megérkezett a felső hala. Ú, de jó ég, mi erővel küzd. Vadvízi kalandok legújabb helyszíne felé tartunk. Közel 10 Oroszlánt repülünk két különböző légitársasággal, amíg célba érünk. A világ egyik legnagyobb, nyúlva pontjairól híres folyóvízén fogok horgászni, itt kívánom próbára tenni magamat és az általam oly nagyon kedvelt féderbotos technikát. Hogy mi az úti cél? Hamarosan minden kiderül. Megérkeztünk Montrealba, Kanada egyik hatalmas városába. Éjszaka van, így ebből a csodálatos városból sok minden nem fogunk látni, viszont nem is városnézésre érkeztünk most. Egyik kedves ismerősöm, Pula István vár minket itt. Ő fog elvinni minket a horgászat helyszínére, és a következő néhány napot is együtt fogjuk eltölteni. Szia! Hello István! Nem vagytok nagyon fáradtak? De nagyon hosszú volt az út, de remélem majd megéri. Hát én is nagyon bízom benne. Jó? Okay, szia, Isten hozott benneteket. Szia! Köszönöm. Kanadában vagyunk. Here we go. Szia! Arra menjünk, azt hiszem arra van kiállni. Yeah, okay. Most már elárulom, hogy hol vagyunk. A helyszín Kanada, a Szent Lőrinc folyó. Egy régi kedves barátommal, Pula Istvánnal fogjuk itt a kanadai pontyokat az elkövetkező néhány napban riogatni. Reméljük. Istvánnal a világ különböző országaiban már többször horgásztunk sikeresen. Ő a bódis technikának az elkötelezett híve, több 20 kg feletti ponty büszke kifogója, míg én ugye itt Kanadában is feederbottal próbálom majd a pontyokat megfogni. István, segíts nekem, illetve a nézőknek, és mondd el légy szíves, hogy a helyszín, ahol most horgászunk, mit kell róla tudni? Hát a Szent Lőrinc folyón horgászunk, valahol Montreal és Ottawa között a kanadai oldalon. A túlsó felén egy olyan, hát 5 kilométerre talán, az ott már az Egyesült Államok. És ebből is lehet látni, hogy nagyjából a folyónak a nagyságát, ami a világ legnagyobb édesvízi tórendszerét köti össze az Atlanti óceánnal. Milyen hosszú a folyó? A folyó 3058 kilométer hosszú. Nagy része átmegy a Niagara vízesésen, hogy egy kis érdekességet is említsek. Nagyon szép tiszta a vize, és több helyen megduzzasztották gátakkal. Ez hozta létre többek között ezt a vízrendszert is, ami ahol most horgászunk. Tehát jól értem, hogy az amerikai nagy tavakból jön, annak a plusz vizét ez a hatalmas nagy folyó vezeti le. Ez így igaz. 1958-ban építették ezt a gátat itt, hogy a folyó Montreal fölött is hajózható legyen, és nagyon sok viszonylag sekély területet öntött el a folyó, ami kiváló életteret biztosította a várható halászsákmányunk számára. És az emberi beavatkozás nyoma is látszik abból, ahol most állunk. A végén állunk a kettes számú kanadai útnak. Már ami ugye a vízből, éppen kijön. Mert hát ez ugye folytatódik tovább. Folytatódik tovább arra a szigetre. Tőlünk bal oldalra az igazi főmeder talán 20 méterre
6-7-8-9-10 méter mélyre mélyül. Ugye ennek a törés oldalnak a meghorgászható része az már ugye ideális pontos pálya. Pontosan. Még ugye a kiöntések, ezek a sekély öblök pedig ugye kiváló ívóhelyek, meg hát táplálkozóhelyek a halak számára. Ez így igaz. Egy hatalmas nagy víztömegről beszélünk, ahol a pontyrajok folyamatosan járnak. Tehát a helyi víznek az ismerete, hogy az évszakpanak, illetve a szélviszonyoknak megfelelően éppen hol vannak a halak, nagyon nagy jelentősége. Igen, tehát hiába van ebben a víztövetben, ebben az óriási vízrendszerben sok ponty, azért a megfelelő hely kiválasztása, az mint minden élővízen kardinális kérdés. Ez így igaz. Bízom benne, hogy az elsőként kiválasztott horgászhelyünk már halat ad, aztán, hogy mit tartogat számunkra ez a következő néhány nap, hát majd kiderül. Meglátjuk. Oké. A horgászat megkezdés előtt mindenképpen szeretnék beetetni. Bízom benne, hogy ezzel tudom majd a környékben tartózkodó halakat koncentrálni. Ehhez vadpontyeretőanyagot használok, 2 kg-ot kevertem be, és ehhez bőségesen keverek áztatott takarmány kukoricát, amit a színen is látszódik, föltuningoltuk egy kis nagy ponty aromával. Bízom benne, hogy ez az aroma a vadpontyeretőanyaggal keverve még ütősebb lesz. Az eredetőanyagot egy kicsit ragacsosabbra keverem, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kukoricát felvegye. És már úgy látom, hogy elég jó tapad. Egy nyomással összeáll, és igen nagy mennyiségű kukoricát fölvételére képes. Az alapos etetéshez Istvántól kértem el az erős bolzsis felszerelését. Ezzel fogom bejutatni majd a súlyos gombócokat. Mindezt azért nem féderbottan fogom végrehajtani, mert ha hisztek, ha nem, szállítás közben pont azt a kemény féderbotot, ami erre alkalmas lett volna, egyszerűen összetörték. A repülőtér annyira megsérült, hogy használhatatlanná vált. Hát erre készülni kell mindazoknak, akik tengeren túli horgászatra készülnek, és esetleg szeretnék a horgászfelszerelésüket kijuttatni. Ez nem mindig sikerül. Ahhoz, hogy a gombócok mindegyik azonos pontba essen le, természetesen kiakasztottam a főzsinort az ósók tipszébe, így minden gombóc hajszál pontosan azonos távolságba fog a vízbe csobbanni. Ez a hatalmas etetőgombóc bőven meghaladja a 100 g-ot. A vízbeérés után eltelik legalább 6 másodperc, mire a medelfenékre süllyed. Ebből arra következtetek, hogy minimálisan a víz mélysége 6 méter felett van. Most, ebben a pillanatban ért medelfenékre, abból lehetett ezt tudni, hogy a spic megkönnyebbült és egy kicsit meglazult. Ekkor egy határozott bevágással a kosár könnyedén kiüríthető. Körülbelül a bekevert mennyiség felét juttattam be az alapos etetés során. Természetesen annak érdekében, hogy a horgászat is ugyanolyan pontos legyen, mint az eretés, a horgászatra szánt 2 orsom zsinótipszét is azonos helyen fogom beakasztani. Annak érdekében, hogy mindig visszataláljak az eretés helyére, és hogy olyan méretű halat akasztanék, amely kikéri a zsinótipszből a főzsinort, a fehér zsinójelölő filc által hagyott nyom ebben mindig segíteni fog, hogy mindig ugyanide pontosan vissza tudjak találni. Kezdjük ez a horgászat. Rettentő agresszív kapásra jelentkezett a halacska. Nem tudom megítélni még a súlyából, hogy mekkora. Ez az első hal, amit kanadai túránkon akasztottam. Az biztos, hogy
nem adja könnyen magát. A fék az úgy füstöl, hogy jaj, alig bírom megtartani. Nagyon vigyáznom kell, mert a halat egy rendkívül meredek, 4-5 méter magas platón kell fölhozni. Egy meredek betonfal mellett kell fölhozni, nagyon sok kagylót és víznövényzetet tartalmaz. Megpróbálom ott a mélyben kifárasztani a halat, és amikor már kellően elfáradt, bár az nem tudom, mikor fog bekövetkezni, akkor megpróbálom ezen a meredek falon fölhúzni. Ráadásul nagyon sok kagyló is van, szóval nem egyszerű a halat kihúzni ebből a nagyon nehéz környezetből. Ehhez párosul a halak hihetetlen ereje. Igazi ős erő minden egyes hal. Nem véletlen legendásak a Szent Lőrinc folyópontjai. Hú, de kíváncsi vagyok rá, hogy mekkora lesz. Aha. Megérezte, hogy följött. Nem adja könnyen magát. Most megmutathatja a speciál palett fédelboton, mire képes. Most jött föl. Nem is gyerek, Gábor. Nem ám. Júj, mekkora nézda! Júj, látod? De gyönyörű szép nagy hal. Júj, mekkora! Azt nézzük. Látszik, hogy hol sikerült fölhúzni. Ja, gyönyörű. Növényzet szélén. Nézd meg! Ez nagy lesz, Gábor. Ez gyönyörű nagy lesz. Ez gyönyörű nagy. Indulásnak ez nem rossz. Figyelj. Most. Emeld. Kész. Okay. Meg vagyunk, gyerekek. Megvan. Itt már megvan. Megvan az első korban. Azt mondjátok, hogy te gyönyörű vagy. Azt nézd meg. Akadás hibátlan, itt meg a kajló már valószínűleg megvágta a szája szélén. Nézd, mekkora szája van. Júj, kemény pereme. Az őszi kanadai túra első pontja. Hát nézzük. És az igazság pillanata. 8 kg fölött van. 8-8-as. Túra első pontja, 2 deka hiány, 8 kg, 80 deka. Gyere drágám, minél előbb visszaengednek. Hú, mekkora fejed van. Két különböző végszereléket használok. Az egyiknek a kosara, az egy nagyméretű szögletes, drótos zárt kosár. Ebbe wattpoint eretőanyagot töltök, oly módon, hogy lezárom a kosárnak az alsó részét, így, majd megtöltöm kukoricával, kb. Ennyi, és ismét lezárom eretőanyaggal. Így néz ki a lezárt és megtöltött kosár. A horogra nagy ponty kukorica kerül, egészen pontosan nem a horogra, hanem hajszálőkére fűztem fel 200 nagy ponty kukoricát, amelyet egy szivas darabbal emeltem meg és könnyítek ki. A másik végszerelékem kosara az egy nyitott Haldorado Racket Fader kosár 70 g-os méretben, amely illeszkedik a sodrás erejéhez. Itt nem hajszelőkére, hanem magára horogra fogom feltűzni a szintén nagy ponty kukoricát. Bizonyára feltűnt, hogy egy kicsit pirosabb ez a kukorica, mint a kereskedelmi forgalomba kapható változat. Az oka rendkívül egyszerű. A levét félig leöntöttem, és felöntöttem nagy ponty aromatuninggal. Ettől lesz még aromásabb, még intenzívebb, és ilyen piroskás a kukoricáknak a színe. Ebbe a kosárba egy másik keverék, nagy ponty eretőanyag kerül. Egy kicsit ragacsosabbra gyúrtam az átlagosnál, hogy lassabban oldódjon.
is megvan. Jaj! Utolsó pillanatban bírtam ki a kasztani zsidó klipszet. Ú, mekkora hal! Fú. Oh, nagyon keményen megy. Mivel végig fonozsor van fölcsévélve az orsó dobjára, a nehéz terep miatt, a rendkívül sok akadó, a kagyló és a kőperem miatt, ennek ellenére, illetve hát a halak borzasztó erősek, ennek erre hál' Istennek a rugalmas bot ilyenkor mutatja meg, hogy mire képes, és lassan, de biztosan felőrli a hal erejét. A zsinórnak nyúlása abszolút nincs, így a hal minden apró mozdulatát rendkívül agresszíven és határozottan közvetíti a bot, és próbálja azt persze kompenzálni és ledolgozni. Nagyon elszaladt, most próbálom meg visszahúzni. Legalább 10 perce fárasztom, még így is halat. Sikerült fölhoznom a halat a patkára, már itt van. István, segíts nekem, légy szíves! Úgy látom, elkészült az erejével a hal. Most már megbírjuk meríteni. Ez az. Ez egy olyan mekkora lett. Nincs akkora, mint a, nincs akkora az első, de az is gyönyörű. Gyönyörű, nézd meg! Tökéletes akad. Mekkora szája van. Szája van neki, azt nézd meg. Nagyon látványos, hogy milyen rövid a bajsza. Egyértelmű jele annak, hogy kemény, köves, kagylós terepen táplálkozik, és ezért van ez a hatalmas, vastag szájpereme is neki, mert hát nyilvánvalóan nagyon kemény az a terep, ahol ő táplálkozik és a táplálékát begyűjti. És nagyon nagy a lapátja neki, hogy tudjon az erős örvényben is az ár ellen úszni. Ezért ilyen erősek a halak, igaz? Ezért ilyen erősek, és gyönyörű a színe. Kis tátyiszt a vízben él, attól ilyen gyönyörű szín sötét. Jó. István, ez a második pont. Ez így igaz. És nyilván Horgot még nem látottam ilyenkét leszámítva életében, úgyhogy... Ez valószínűleg nem volt, igen. Engedem vissza a gyönyörű halat. Megérkezett a nap első hala. Ú, te jó ég, milyen erővel küzd. Most tudtam megállítani. Az első nap horgászfelszereléseink rendezgetésével, a károk felmérésével és a helyek keresésével telt el. Szerencsére már az első nap sikerült olyan helyet találni, ahol délután tudtunk horgászni, és 6 darab pontot tudtam akasztani. Sajnos ebből csak 3 jött partra. Már ekkor kiderült a felszerelés gyenge pontja. Volt horog előkeszakítás, volt leakadás, volt horogtörés, tehát megmutatta gyorsan a pálya, hogy mire kell a következő nap, azaz a mai nap már figyelni. Kora hajnalban napfelkelte előtt már itt voltunk, beetettem. Nagyon-nagyon
ígéretesnek tűnik a pálya, több pontyugrást is láttam, és lám, kb. A beetetés után egy oroszlával megérkezett az első kapás, és ezt a halat fárasztom. Most van a legveszélyesebb zónában, a medeltörés környékén, itt nagyon nehéz felpumpálni a halat, egészen magasra kell tartani a botot annak érdekében, hogy legyen esélyem a meredek partoldalon fölhúzni, felerültetni a halat. Növényzet borítja ráadásul a medeltörés oldalát, és azon kell még a hínás szálakon vagy növényszálakon felerültetni. És talán sikerült ide sekélybe igen fölhozni. Látod már ott a farka. Juhuj. Hínáros ponty. Látszik, hogy megjárta hadakutyát. Elfáradt már. Most, ez az. Oké. Megvan a nap első pontja. Jól indul a mai nap is. De szép vagy. Jaj, de szép vagy, barátom. Hínáros fejeddel. Megjárta a vízönövényzet, leborított területet. Lefotózzuk, és engedem is vissza. Végre nekem is sikerült egy halat fogni. Én kapásjelzővel dolgozok, nem féderbottal, úgyhogy csak a hangjelzésből tudtam, hogy elkapta a ponty. Ez nem olyan nagyon nagy, mint a Gábor, ez egy kisebb, de hát ez is úgy elvitte, hogy ez is nagyon agresszívan húz. Kicsit a végszerékre leamortizálta, úgy látom. Nem érdekes, hát azért arra való. Ez nem egy nagy játékos, de ez is nagyon jól elkapta szépen. Na István, meg az első pontja. Nekem is összejött a dolog elsőre. Jól van. És a technika az ugyanaz Csalira, mint a Gáboré volt. Na gyerünk. Hát gyakorlatilag a horogra direktbe ráfűzött. Van ilyen pici ponty. Megvan az első pontja. Megvan az első pontjom. Jó, hát a Boilisbothoz képest kicsit lehetett volna jobb is. Hát pont fordítva mennek a dolgok, mint ahogy kéne, hogy a Boilisra jön a kicsi, az etete a feederre megjön a nagyhal, úgyhogy... Na de hát még csak most kezdődik a nap. Most kezdődik a nap, úgyhogy... Itt volt a kapás. Na hát aki a kicsit nem becsüli, az meg nem ér, nagyot nem érdemel, úgyhogy... Kapásom van nekem is, Peti. Gyere. Gyönyörű vagy, barátom. István, hallod? Ha? Meg itt a nagy ponty. Nagy? Rendes hallja. Alig bírtam hirtelen a motot is elkapni. Még jó, hogy a féket kiengedtem. Érzem, ez a eddig legtermetesebb hal, amit a mai nap folyamán sikerült elakasztani. Nézd meg, akkor a farka van, te úristen! Nézd meg, urványa van, nézd meg! Tyú! Benne van a növényzetben, épp a hínárszálakat. Nem véletlen bírtam ilyen nehezen. Így nézd, hogy integet! Gyönyörű, hello! Jó. Bizonyára ez a legnagyobb. Oda néz! Na most! Megvan! Úgy milyen vaskos, nézd a! Ez szerintem egy a legnagyobb hal, ami idáig kijött, Gábor. Igen. Hú, de szép vagy. Nézd, milyen vaskos, hosszú hal. Gyönyörű. És
teljesen szép az akadás az alsó száj szélében. Gyönyörű. Ki? Éles, micsoda. Akadás hibátlan. Gyönyörű szája van. Megint a plastik cica száj. Jó, mekkora ponty. Másik volt, menj, menj a bot! Kapd el! Azt a mindenségét! Júj, bele kellett ugrani a vízbe. Vízbe a másik botért. Utolsó pillanat volt, hogy elbírtam kapni a botot, nem vagyok túlságosan büszke, pedig ki van lazítva az ósó féke. Azt tegnap is már megtapasztaltam, hogy kemény fékkel megakasztani, majd a fárasztás első időszakában halat megtartani lehetetlen. Tehát az ósó fék egészen lazára ki van engedve, így fárasztom a mederben bent a halat egy jó darabig, és amikor ott már elfáradt, akkor tudom csak felhozni erre a sekély rézsűre, és végül itt kifárasztani. De a kapások zöme annyira vehemens, annyira erőszakos és agresszív, mint ahogy most a mellékelt példa is mutatta, a lazafék mellett is majdnem elvitte a botot. Hihetetlen. Ú, és ez is egy jó hal lesz. István, kérlek szépen, rakd bele ezt a pontyot egy pontyzsákba. Jó. Nem volt még időnk ezt lemérni, és kell a szák a másiknak. Ne maradjon addig parton. Pontosan megy. Szárazon. Folyamatosan hínább szálakat tépek fel a főzsinórral. Nagyon kemény a pálya, de hát nagyon sok hal is van itt. Legalábbis a reggeli időszak egyértelműen ezt mutatja, az alapúzeretés és a technika hihetetlen jól működik. Tehát ki hitte volna, hogy jó, most jött fel a hal? Az a fajta alapúzeretés és technika, ami a dunai horgászatok során, az otthoni folyóvízi horgászatok során is rendkívül látványosan működik, ki hitte volna, hogy ez itt is ilyen csodálatosan is ennyire jó, mekkora, és ennyire jól működik. Hát úgy gondolom, hogy ez minden várakozásunkat felülmúlja, ahogy ez a mai nap indul. Megkockáztatom István, hogy ez a hal, ez még nagyobb, mint amit az előbb sikerült kifogni. Jó, érzed? Ennek még nagyobb a súlya. Ez a legnagyobb. Ez tuti biztos, hogy az eddig legnagyobb halunk. És ez úgy nagy, hogy az előző legnagyobbat még nem is tudtuk megmérni. Ja. Azt nézd meg. Akadás itt is hibátlan. Alig bírom felemelni. Ú, de jó súlya van. Hatalmas öreg nyurga. Nézd meg, akkor a falukuszonya van. Mekkora feje van. Fú. Hihetetlen. Ezt már érdemes megmérni. Jú, 11 kiló fölött van. 11.420. Hú, nem véletlenítettük ezt ilyen hatalmasnak. Épp hogy kijött István hala, 10 percen belül egy 11,5 kilós, majd 11,5 kilós, és egy 9 kiló 30 dekás hal akadt a horgomra. Ez hihetetlen. Hadd ússzanak, engedj, hogy gyorsan is szőket. Ilyen jó kapás. Hoppá, ez megvan. Azaz, na ez az, gyere barátom vissza. Na, nekem is végre van már Gábor. Ú, István, ez komolynak tűnik. Hát bízunk benne, hogy az lesz. Ú, de jó görgül. Még vissza se bírtad húzni a ja. Kiakasztásig. Ja. Viszi rendesen. Viszi rendesen. Próbálom az ujjammal lefékezni, ahogy tőled tanultam, igaz?
gyere csak hozzánk. Most talán megfordul. Most megy át, most megy át szerintem valahol a... Törésvonal mentén. Aha, törésvonal a hínárnál van valahol. Most már rákeményhetsz a fényre. Jó van, barátom, így. Átment közben a másik bot alá. Így szépen próbálja kivenni a hínárból. Belevágt magát, mi? Ja, masszívan. Sűrű hínárba. Na, majd idővel meggondolja magát és csak jön. Jön az, csak óvatosan. Csak óvatosan, mert ugye nekem nincs fonott zsinórom a végén. Fú, de még hogy beleült a hínárba, azt nézd meg. Ja. Itt van már egészen benne. Hopp, hopp, ott van, csak kijött a hínárból. Jó van, barátom, elkövetted a nagy hibát. Így szépen. Megvan. Ez is szép pontján. Apád anyád ide jöjjön. Gratulálok, István. Ó, hát köszönöm szépen. Gyönyörű ponty. Gyönyörű vagy, barátom, de szép lettél. Nagyon szép vagy. Nagy örülünk itt a találkozásnak. Itt az ideje, hogy visszamenjél oda, honnan jöttél. Szia. István, köszönöm szépen a segítségedet. Egy fantasztikus, életre szóló élménnyel lettem gazdagabb itt Kanadában. Hát nagyon szívesen, és nagyon örülök, hogy megtapasztalhattuk a harcias kanadai pontyok küzdőképességét, és ennek még lesz folytatása. Köszönöm, szia. Nagyon szívesen, szia.